Colombo várváros alpolgármestere Kerényi Zsolt is hangszert ragadott annak az országos szervezésű rendezvénynek a megnyitóján, melynek 58. helyszíne volt a település. A hangszert a kézbe kiállítás egy jó kezdeményezés, ahol a gyerekek ismerkedhetnek számos hangszerrel. Ahogy az alpolgármester fogalmazott, sokkal boldogabb életet tud élni az, akinek a zenével kapcsolata van. Lehet ilyen nagy szavakat mondani, hogy a személyiség fejlődés szempontjából nagyon fontos. Ez biztos nagyon igaz is, meg tudományosan is hangzik, de talán egyszerűbb megközelítés, hogy sokkal boldogabb életet tud az élni, akinek a zenével kapcsolata van. Bármilyen szinten, a legmagasabb szintje, hogy ezt aktívan űzi, és valami hangszert fog a kezébe. Az öcsém nekem harsona művész lett, ami azt jelentette, hogy körülbelül 9 éves korától napi 3-4-5 órát gyakorolt, és egy szobában nőttünk föl. Hát azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy együtt nőttem föl a zenével, aminek azért voltak árnyoldalai is, de hát több volt benne sokkal a pozitívum, és hát ezért van némi közöm nekem is a zenéhez. Két alapfokú művészeti iskola is működik Dombóváron, elég sok tanszakkal, tehát különböző hangszereket lehet tanulni. Mondhatom azt, hogy szinte minden klasszikus hangszert, és ezen kívül nagyon sok amatőr és kevésbé amatőr zenei formáció együttes is működik. Tehát akinek van ilyen fajta terve, affinitása, az megtalálja a lehetőséget Dombóváron. Hogy nagyon sokan autodidakta módon is tanulnak, és most már azért erre komoly lehetőség van az interneten keresztül. Dombóvár alpolgármesterét is magával ragadta az a sok hangszer, amivel a hangfoglaló program a városba érkezett. De hihetetlen látványos. Tehát én bejöttem ide, végignéztem a hangszereken, a termeken, és meghallottam azokat a profi zenéket, amik megszólalnak, és leesett az állam. És hát jó itt lenni tényleg. Én úgy jöttem ide, hogy gyorsan mondok egy-két gondolatot, és ez most már másfél órája volt, és azt hiszem, hogy maradok is még, mert jó itt lenni. A legelső lépcsőfok, hogyha látszik, ez a legnagyobb méretű dob, amit lentebb van. Őt úgy hívjuk, hogy lábdob. És azt nem látjátok, de a másik oldalon van egy pedál, és ezt így a jobb lábammal tudom megszólaltatni. Az országjáró zenei játéktéren és ismeretterjesztő programsorozaton az érdeklődők az interaktív hangszerkiállítás keretében elismert szakemberek közreműködésével próbálhatták ki a hangszereket. 2017-ben indult el ez a kezdeményezés, tudtuk meg a program megálmodójától. Miután a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programja mellé állt, 17 februárjában elindulhatott az első, és akkor még azt gondoltuk, hogy jó, csinálunk belőle 8-at, aztán befejeztük, de már az első alkalmaknál jöttek a városok, hogy hú, de hát ezt mi is szeretnénk, művelődési azok, hogy ez hozzánk is eljuthatna. 7 hangszercsoport van, amit nem egy egyszerű dolog, ugye, mert ezek hangos dolgok. Ugye van gitár, basszusgitár külön, vannak az ütősök, a dobnál ott ugye azért nagyon sok elektromos dob van, ugye a gitárokat fejhallgatóval lehet kipróbálni, vannak billentyűsök. Ezen kívül van egy speciális ének szekció, ahol az éneket lehet kipróbálni, van modern elektronikus zenei, és ami az elején nem volt, de most már jó ideje utazik velünk, az egy világ és komoly zenei hangszercsoport, hogy abba is bele lehessen kóstolni, azt is legalább egyszer kézbe lehessen venni, és őszintén megmondom azzal, hogy már így 50 felé hegedűt először én egy ilyen kiállításon szoríthattam a nyakamhoz, mert nekem se volt rá alkalmam, és hát jó szórakozás, és nagyon remélem, hogy nagyon sok gyereknek ez korábban adatik majd. A diákok rendhagyó énekórák keretében a különböző zenei műfajokban használt hangszereket, az irányzatok, a stílusok kialakulását és sokszínűségét ismerhették meg. Azt szeretnénk megmutatni, hogy az éneklésről, a dalokról, a hangszerekről, egyáltalán a muzsikáról egy kicsit máshogy is lehet beszélni, mint hogy az énekórák ezt lehetővé teszik. És ezek általában nagyon sikeresek szoktak lenni. Ez mindig délelőtt van, erre szervezetten érkeznek a csoportok, tehát hogyha eljön egy iskolás csoport, akkor meghallgat egy ilyen órát, aztán pedig egy órában a hangszereket tudja simogatni. Ha ezzel elértünk valamit, és emiatt máshogy fognak a zenéhez állni, akkor az talán már sikernek tekinthető. De az igazi siker az tényleg az lenne, hogy ha majd 20 év múlva valaki a BS-be vagy az akkori nagy stadionba koncertet tart, és azt mondja, hogy amikor először egy hangszert a kézben, gitárt fogtam a kezembe, akkor azt fogjuk mondani, hogy megérte. Az nagyon érdekes szokott lenni, hogy ugye, ahogy eljönnek iskolás csoportok, sok városban délután felbukkannak nyugdíjas csoportok, és ugyanúgy tudnak örülni, viselkedni, hangszert kipróbálni, zenélni, mint a gyerekek. Illetve az is látszik egyébként, hogy az ezüsthajú generáció, aki nem engedhette meg fiatal korában, hogy hangszert vagy az eljön
és azokon látszik, hogy ők kipróbálják, és majd elmennek egy hangszerboltba, illetve ami nagy tapasztalat, hogy nagyon sok helyen a középiskolásokat, akik délután eljönnek, egyszerűen nem lehet hazazavarni, nem lehet 6-kor bezárni, mert itt töltik az egész délutánjukat. Nem volt ez másként a dombóvári hangszertakészbe kiállítás alkalmával sem, ahol az érdeklődők ingyenesen próbálhatták ki a hangszereket.